tiszteletünk megszentelés az Úrtól legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Ünnep van az ünnepben, talán mondhatom, és szeretettel köszöntjük, kedves családot, akik keresztelésre hozták első gyermeküket. Nagyon örülünk. A kicsiny apróságnak is, nem is olyan kicsiny, de majd egy éves, de hogy itt van, és keresztelésben áldás nyernek, és illetve a család is. Erre a ünnepre készül. Ma a 329. dicséret második verse éneklésével. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem értem, még ettől színért, értem, megszülettél. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten kijelentett igéjéből olvasom még Mózes első könyve, 30. fejezete, 27. versének a második felét, ahol ezt a vallomást találjuk. Te érted, áldott meg engem az Úr. Foglaljuk el helyünket. Te érted, áldott meg engem az Úr. Először köszönöm, hogy én magam is megismerhetem azt az igét, amely olyan ünnepen hangzott el, amilyen szomorúságban nem vehettem részt. Pedig már akkor is nagy megtiszteltetés volt, hogy őrmezőről, ha szabad így mondani, az ottani református közösségből, azt az esküvői szép ünnepséget áthoztátok ide Rózsatérre, vagy átkértek ide Rózsatérre, és hála értek, hogy az őrmezői kolléga akkor az esküvői ünnepen valóban ebben szépen hely tudott állni. Az alapigét most már én is ismerem, de jó, hogy ilyen értékes, szép mondatot, vallomást választott. Van ennek egy háttere, jó szövetségi esemény vetülete, amiben Lábán és Jákob közötti érintkezésben kapcsolatban hangzik ezzel a Lábán vallja, hogy ez Jákob annyira áldott ember, hogy ez őt ért isteni áldás, az átsugárzik a mellette élőre,
és ő maga is áldott vele. Te érted, áldott meg engem. Te áldott, annyira áldott vagy, hogy érted, megáldott engem is az Isten. Azt nem tudom pontosan, hogy az én kedves, jól ismert kollégám, aztán pontosan úgy fejtette föl az esketésnek az igényét, és tette a ti számotokra érthetővé. Ez biztosan természetes része, hogy ezt a vallomást az a jó, ha mindenki a másikért mondja. És talán így volt, vagy így is teltek napok, hetek, hónapok a kicsi gyermekbarnavás születése idejéig, azt követően is, hogy mondtátok szavakkal, mondtátok, vagy egyszerűen csak egymás mellett, egymás felé megérted, hogy te érted, Balázs, hogy Kriszti, te érted, áldott meg engem az Isten. És hát itt a ti esetetekben már kölcsönösen, vajon Jákob hogy nyilatkozott annak idején, hát ezt nem tudjuk, de én esetre lábán mondtam vele kapcsolatosan. És hát Kriszti, te is a drága ifjú ember, nem csak fél édesapára, ugye nyilván kisugároztam azt, hogy te érted, áldott meg és áld meg engem az én Istenem, és íme ennek a szövetkező áldásmondásnak, vagy jó szó mondásnak, hogy te kincsed, te áldással vagy az én életemnek, és fordítva ennek az oda és vissza mondott jó szónak is volt áldása a mindenható Istentől olyannyira, hogy nem csak egymásnak örülhettek, és egymás szeretete mélyülhet, gazdagodhat hűségben, jó indulatban, megértésben, amiket a jegyeseknél is ismernek sok minden olyanban, hanem testet öltött Barnabásban, közel egy esztendeje szent emberben, de nem sokára majd az egyéves születésnap köszöntő tortács ott lesz majd az elfújandó gyertya helyét, és aztán majd szaporodnak. Reméljük, hogy így lesz. Te érted, kölcsönösségre mondott szép vallomás szerint, te érted, áldott meg engem az Isten, íme testesül egy közös életben, egy közös felelősségben, áldottak vagytok. És persze itt nem tehetem, hogy nem mondjam, ahogy legalábbis a Balázs oldalán lévő felmenők mentén magam is tengeri ismertségre juthattam, és egy olyan családról emlékezhetek meg, egy jelenlévő dédnagymamáról is, aki itt a gyülekezetben tengeri áldás nyert, és áldásával lett másoknak is, és áldást nyerhettek az ő gyermekei is, ebben a gyülekezetben és unokái is. És íme most akkor itt az áldás testesülése Barnabásban. Érdeklődöm a körülmények felől, és mennyit elárulhatok, erre nézve felhatalmazást kaptam, hogy az áldottság, tehát hogy ami kiolthatta az édesanyja, ezt a kicsi életet, az nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Abban minden olyan természetesen történt, egyébként abszolút csoda. Tehát ugye a fogalmás követően egy kicsi élet minden apró részletében testesül az emberi életet igazítottan, és aztán úgy születik a világra, hogy csak öröme, szinte csak öröme lehet ebben édesapának. Még a szülés körülmény kicsit nehézkesebb is volt, de hála Barnabásért. És már nem csak a kihozásra emlékezünk meg, nem csak születésről, szülésről, hanem a növekedés, gyarapodásra. Két lábon hála íme, most is látom, és nagyon eleven azt is látom, hogy majd bizony szükség lesz arra, hogy tartalmas családi katechézisben részesüljön, majd odafigyeljen arra, ami az igében, a kijelentésben van. Egyszer majd elkezd érdeklődni, hogy édesanyja vagy édesapa
mondjátok, amikor én keresztelést megélhettem, ezt az ajándékot megélhettem, akkor talán erre is látod, hogy mi volt, amit a lelkipásztor a Bibliából felolvasott. És akkor mondhatjátok ezt a különbséget, hogy hát két lelkipásztor is felolvasta ezt, volt egy első lelkipásztor, és aztán egy második. És miután ugye Lábánról, Jákobról, és aztán az ősatyákról és tengernyi személyről lehet szólni ennek kapcsán is, mert a Bibliát kinyitva az egész üdvösség történetről, középpontban a megváltóról, akiben úgy szerette Isten világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hát a katekézisnek a háttértartalma, mint rendelkezésre áll. Ez a legfőbb jó. Valóm én. De valóm úgyis, mint valamikor gyakorló édesapa, most már gyakorló nagyapa. A legfőbb jó. Sok jó tartozik a gyermek életéhez, sok szükséges jó, amit apaként lehet neki megadni, vagy valamilyen közvetettséggel biztosítani számára otthon megélhetést, amit édesanyjaként lehet nagyon közel őben tartva, és aztán tovább a növekedésben segítve sok jó van. De van egy legfőbb jó, az áldás, amiben ő is részesedjen a legfőbb jó, ez pedig maga a megváltó Jézus személye. Ajánlom a figyelmetekbe újra és újra, én is szívesen, és ajánljátok ti is, akik áldásra lettetek egymás számára, ajánljátok egymás figyelmébe ezt a legfőbb jót, és a nevelésben a kiemelt felelősség ebben testesül, szólni a megváltóról. Nagy ünnepeken is, amikor családi áhítat van, karácsonyban, vagy húsvét ünnepében, a nagy ünnepeken szólni a születés történetről. Milyen szép történet. Milyen jó ezt elmondani, megosztani a gyermekkel is. Milyen jó a gyermek ámulatát látni akkor, amikor ez a történet az ő számára is egy kibontásra kerül. És hát ezen kívül hétköznapokon is, vasárnapokon szólni a katechézis mentén, a hitben való nevelés mentén, felelősséggel, az áldásról és az áldásért. Hogy majd egyszer a keresztelés eseménye kiegészülhessen a konfirmációval, aminek a lényege az, hogy drága szüleim, egykor ti értem ezt vállaltátok, de tudom, hogy akkor lesz minden kincselnek az enyém, ha én magam is személyesen erről tanúságot teszek ez a konfirmáció. Én magam is meggyőződésem, vallomást az így nevelni, kedves keresztülő, így neveltetni, kedves család, így valamiképpen ösztönözni a nevelésben főfelelősöket, hogy ez a tanúság a legfőbb jóról való szó elérje őt, és elérje a kis lelkét, szívét, és egyre inkább ott legyen ez a késztetés, hogy én is hiszek ő benne, hiszek az én életem és megváltójában, hiszek abban, hogy ez egy tökéletes áldozat volt, amit ő meghozott érte, hogy van hatalom, amely a halál erői fölött van. A föltámadott ezt is bemutatja, ezt az erőt, ezt a hatalmat. Hát tanúskodjatok így, legyetek ebben is áldásként Barnabásnak, és gyakoroljátok magatokat ebben. Örömét nem csak ő leli majd benne, hanem ti magatok is, ez az én meggyőződésem. Így nyerje most a keresztség sákramentumának ajándékát, Isten tegye őt folytatólagosan is, nagyon-nagyon gazdagá, lélekben is, testben is. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kérem, hogy álljatok az úr asztala elé.
Kérem, hogy egy üdvözlet is álljon. És református egyházunk szép rendje szerint kérlek benneteket, szülőkereszülők, hogy két kérdést adjatok, szívből való, lélekből való, hallható választ. Mindenek előtt kérdezem, kedves szülőkereszülők, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek Barnabás a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek, Isten szövetségébe a keresztény anyaszentek házba befogadtassék, vélem felejétek. Akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Barnabás úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga is önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten vetett hitéről a gyülekezet színe előtt, ha ilyen felejétek. Ígérjük, fogadjuk. Kérdezem a jelenlévő gyülekezetet, ígérj és fogadja a közösség, hogy imádságban hordozza egy kicsi élet növekedését, és minden tőle telhető és tőle kér segítséget. Igyekszik megadni abban, hogy hitben való nevelése felelőssége végre menjen. Ha ilyen felejje a gyülekezet, ígérem és fogadom. Erősítessék meg az elhangzott szó, hitünk megvallással, egyetlen és apostoli hitvallásunk szavait mondjuk együtt fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, két esztendővel ezelőtt ajándékul adott áldásod, testesült áldását szeretném megköszönni neked, mert ennyire igaz vagy te is igaz a te igéd, és szabad arra támaszkodni, és szabadabban feltévaló örömmel lenni egy gyermek kihordása, születése és növekedése mentén ezt az örömöt megélni kicsi családban, nagyobb családban, most itt a gyülekezetben. Hálát adunk Barnabásért, hálát adunk azért az édesanyjai örömért, amely szíve alatt hordta a kicsi magzatot. Hálát adunk neked azért, hogy lehet téged segítségül hívni, hogy az áldás édesanyjai, édesapai szobában, tanúságtételben testesüljön-e gyermek felé, és megismerhesse ő is a legfőbb jót, akaratodnak titkát, olyannyira, hogy szívében ő is igent mond rá, és ebben él, és ebben találja a jövőjét és az egyetlen reménységét. Könyörgünk a kicsi gyermekért, az otthonért, a családi közösségért, azért a szentségért, amiben valóban helyet tud kapni a nevedbe nevedért való élet. Áld meg őket, gazdagon a kicsi életet, áld meg gazdagon különös, kérünk, hallgass meg minket Jézusért. Amen. Barnabás,
keresztellek téged az Atyán, a Fiún és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Barnabás, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, s adjon néked békességet. Amen. Kedves kis család és nagy család, szabad fejet foglalni, a keresztelő követően. Emléklappal és kis könyvkérdéssel is kapkedveskedjünk. Ünnep volt az ünnepben, és most folytatódik az Isten tiszteleti ünnepünk, és éneket énekelünk. A 238. dicséretünk első versét. 238. dicséretet versük ki. Első 5 versét énekeljük, így kezdődik. Teremtő Istenünk, édesatyánk, népünk. Mindnyájan hasonlóképpen vesztek el.
Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rátört a torony Siloámban, és megölte őket, vészesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Isten élő lelke áldja meg az ige hirdetését, annak hallgatását, és belőle megértett üzeneteken keresztül mindannyiunk személyes életét sorsát. Csendesedjünk most, elhagyjunk fejet, imádkozzunk. Édesatyánk, minden más helytől különbözik a te házad, a templomod, ahová meg lehet érkeznünk, és helyet lehet foglalnunk, van helyünk, köszönjük neked, hogy van helyünk itt a te házadban. Köszönjük, hogy amikor belép ide valaki, akkor a te lelkedet is, annak minden munkáját ajándékul nyeri. Észesen veszük, és már is megérint bennünket az a jó indulat, amely felőled sugárzik az egész teremtett világra, de a mi személyes sorsunkra is. Egyszer csak nagy kegyelem ez, benned kezdünk gondolkodni életünkről, mindennapjainkról, és megértjük benned azt, ami nehéz, és megértjük általad azt, ami feletté való jó, jónak tűnik emberi oldalról is. Köszönjük, hogy ez a lelki-szellemi átrendeződés, tisztázódás, hogy valahogy minden a helyére kerül, ez itt a te házadban megnyerhető, megkapható. Könyörgünk ezért, akik jöttünk különféle gondolatokkal, akár tervekkel, reményekkel, jöttünk ünnepelni, jöttünk az életünket, boldogabbnak éljük meg, hogy mellettünk élő emberek számára ne gondot jelentsünk, hanem inkább örömöt, hogy különböző felelősségeinket jól éljük meg mások épülésére, és benne mi is épülhessünk. Jöttünk a jóért, a feletté való jóért. Tanúskodj a te lelkeddel, lelkünknek, hogy a tiéd vagyunk, hogy számon tartottak vagyunk, hogy hozzátartunk, és senki semmi el nem választhat bennünket te tőled, de annak az embernek igazán nagy öröme ez, aki át is éri és élt lelkében ezt a felette való és feletté való igazságot. Kérjük téged, hogy áld meg az ige hirdetést, és áld meg arról figyelmünket, tégyébe elé, arra nézve különösen, amit személyesen nekünk szóló szóként hallhatunk. Segíts megalázni magunkat ezelőtt, hogy jól értsünk, amennyire csak lehet téged, és a te szeretetednek a hangját, ha ítéletben, ha nehéz eseményekben, eseményekre utalva szólal az meg, és hallgass meg bennünket személyes könyörgéseinkben is, amivel belépnék, hogy amire most indulok, hogy megszólítsunk téged. Áld meg mindannyiunk életét, segíts, hogy hadd legyen áldása ez az itt töltött óránk, mindazoknak, akikhez majd visszaérkezünk, hazaérkezünk. Kérjük Jézusért, hallgass meg. Amen. Készüljünk énekszóval az ige hirdetésre, az ige üzenetei elé, és énekeljük a 265. dicséretünk 4. versét, 265. vers is azt a titkot bontogatja, amelyet a megelőző énekek is elénk adtak már. Tehát a 265. dicséret 4. verse így kezdődik: utat van számtalan sok, Uram, és eszközöd.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az a Szent Ige, amely alapján hirdetem felétek a meggondolt, bizonyan megértett üzeneteket. Írva található az előkorosok ige szakaszban, illetve írva van a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezete 54. és 56. verse közötti részbeneképpen. Azután Jézus szólt a sokasághoz is, amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek. E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Sokan van a gyülekezetünkben, akik a református bibliósok halauz rendje szerint az igazodra olvassák a bibliájukat, új szövetséget, ószövetséget, és hát ők talán mondták magukban, hogy ez nagyjából egy héttel ezelőtti szakasz volt, ami igaz is. De mondom az indokát, hogy miért erről szólok szívesen, illetve bizonyos indítatás alapján. Az egyik oka ennek, az egyik meghatározó oka, hogy amikor 4 napos felvidéki buszkirándulásunkat töltöttük, annak napjait, néhány nappal ezelőtt, akkor a buszon utazva áhítatókat is tartottunk, és az egyik áhítatónknak az alapigéje volt, amit most másodjára Bibliából felolvastam. Hozzáolvastam még a következő napok, de már mögöttünk hagyott napok, igéiből is egy szakasz. Szeretnék az egyik lényegéről és a másik lényegéről is elmondani valamit, de a kettő közötti kapcsolatos, hogy vajon mi az, amit benne direkt módon is, de közvetetten is Jézus kezdeményezne, amire Jézus szívesen ösztönözne bennünket a legfőbb jó. A másodjára olvasott ige szakaszhoz szólok először, ami egyébként a Lukács evangéliumában előbb található, 12. fejezetnek a vége felé, ahol Jézus megállapít valamit, amiben olyan bátrak a kortársai, hogyha jön a nyugati szél, akkor nagyon magabiztosan állítják, hogy hát ebből eső lesz. Jön a rövidebb esős éjszaka, jön a földközi tenger fel, tehát nyugati irányból a kámáni területre. Jön a szél és hozza az esőt. És a déli szél jön, hogy kicsit meg is ijedtek, az mindig valami nehezet jelentett, a forró levegőt, a csapadék nélküli hosszú, forró évszakot jelentette. De milyen magabiztossággal nyilatkoztak erről, hogy nyugati szél támad, eső lesz, déli szél támad, szárasság lesz, fölismeritek. Olyan bátorsággal mondjátok. De amit igazán föl kellene ismerni, vagy ugyanezzel a bátorsággal, nem ugyanezzel a lélekkel, de ugyanezzel a bátorsággal kellene kihívásként magatok előtt tartani, hogy és akkor abból mi következik? Hogy így, mert itt állok előttetek, és a vakok látnak, süketek hallanak, a sánták járnak, a holtak föltámadnak. Felismeritek? Ha olyan jól, olyan magabiztosan fölismeritek a szélnek útjáról azt, ami majd következik a holnapban, miért nem
feszültök neki annak, hogy felismerjétek azt, ami nyugati és déli szél fölött, s minden más esemény fölött a döntő, amiben minden jól a helyére is tud kerülni. Jézus előttérbe állítja a magabiztos embert, aki ugyanakkor a magabiztossága nagyon korlátolt, vagy korlátozott, kicsit finomabban szólva. Lefekszünk este, talán már terveket szűve, hogy holnap reggel ébredünk, milyen erővel, milyen kihívásokkal, milyen feladatokkal, milyen lehetőségekkel telik majd el a napunk. Reggel ébredünk, és gyakorta úgy van, hogy amit terveztünk előző éjszakos, amivel lehajtottuk a fejünket, azt a következő reggeltől valóban megélhetjük. És sokszor van így az éjszaka ideje és a reggel ébredése egymást összefüggésben. Terveztük, megvalósítjuk, és megvalósíthatjuk. És ebből következik, hogy mindig tervezhetünk, és mindig megvalósulnak. És olyan bátorrá leszünk, olyan magabiztossá leszünk ebben, hogy ha egyszer csak nem úgy történik, akkor hogy lehet az? Hogy lehet az, hogy nem tudtuk előre kigondolni, eltervezni, hogy mi következünk a következő napunkon? 4 napos felvidéki utat már emlegettem, most újra előtérbe hozom. Első napunk pénteki napra esett. Szépen megérjük annak a napnak a programját, örömünkre. Egymás becsülő, egymáshoz türelmes közösségben utaztunk. Jó volt együtt a napközben is sok buszon töltött órával, és aztán a látnivalókkal együtt elfogyasztani a finom vacsorát, és tervezni holnapot. Jött a szombat reggel, reggelizés közben szólt a buszvezető, a busz nem indul. Tehát a programunk pillanatnyilag megáll. Olyan szépen elterveztük. Mert jó fél évvel korábban is, és olyan sok aggasztóságára is várt valóban, hogy az, ami a délelőttben programunk lett volna, nem is programozható át, vagy volt átprogramozható, hanem azt elveszítjük, mert a busz megállt, nem indul. Apró esemény. Mindenkinek mindig az a éppen legnagyobb kihívás, ami személyes aggasztóságot érinti. Hát, ki, hogy azért viszonylag jó vitézkedett benne, most egy gyülekezet, tehát türelmes volt, és várta a jobb híreket, mint hogy egyedülre még mindig nem tudunk indulni. Aztán mégis oldódott. A mindenható nem akart tőlünk elvenni az egészet, csak rész szerint valót. És azt is azért, hogy ami rész szerint valóként a miénk lehet, még inkább legyünk érte hálásak, köszönjük meg, hogy ezek a pauzák, amikben nem az megy végbe, amit mi elgondolunk magabiztosan, hanem valami más, esetleg meg kell állni, esetleg nem megy végbe semmi sem, hogy ebben a semmiben tudja egyszer csak elérni a mindenható, hogy elkezdünk jobban kapaszkodni bele. Elkezdjük jobban emlegetni az ő nevét. Azt én nem tudom, hogy a szombat délelőttől magányos csendekben, amíg vártunk a közösségünk tagjai közül hány imádsága, egyszerű kohász hangzott el, hogy olyan ad meg nekünk a folytatást. Ezt nem tudom. De bizonnyal voltak ilyen könnyelgések is, hogy egyszer csak ott éreztük magunkat, ez az Isten kezében. Hát. Egyikük sem volt buszerelő, autóbuszerelő. Aztán Budapestre küldtek egyet, hozott is egy váltóbusz, és a délutántól már folytatódhatott tovább, de mindannyiunk lelke egy kicsit már más volt a folytatódó program.
már az a maga biztosság. A terveinkre nézve, mint ami korábban volt, biztos lesz majd vasárnapunk felvidéken, vagy lesz majd aztán még egy hétfőnk is, és azzal, amit mi tervezünk. Egyre inkább ezt váltotta föl, hogy legyen meg az ő akarata. Ha úgy, ahogyan tervezhettük, adjon arra áldást. Ha másképpen, akkor segítsen bennünket, hogy a másképpent is áldásként élhessük meg. Ez csak egy példa. Egy 45 fős közösség számára, meg ezt átérték, de számtalan ilyen történik velünk. Lefeküszünk, elaluszunk, terveket szőve, és aztán reggel, amikor ébredünk, egyszer csak nem tehetjük azt, amit addig tenni tudtunk, vagy tenni akartunk. Maga a biztosság, nem kell időnként ebből minket kibillenteni, hogy maga biztos ember, ahogy a szó összetétel is mondja, magában bízik. Hát van valamiféle erőnk, értelmet is hordozhatunk, annyit, amennyit. Tapasztalati tér is van mögöttünk, hát persze. Ezek mind-mind lehetnek kincsek, és Istentől áldott kincsek, amivel következtethetünk, hogy ne túl sokat, ne túl keveset, annyi, amennyi illik hozzá, annyit tervezzünk. Istennek néha föl kell ezt borítani. Különféle okokból nem győzünk mi mindent követni az Isten gondolatában. Fölfoghatatlan az ő léte, titka, mérhetetlensége. De időnként szükség van arra, hogy megállítson magabiztos terveinkben, hogy ajánljunk föl újra magunkat. Egész életünket, egyszerű hétköznapjainkat, esti pihenésünket, éjszakai alvásunkat, reggeli ébredésünket, emberi kapcsolatainkat, drága életet, amely egy esztendeje született, ahogyan te akarod. Sokszor abban a megtévesztettségben vagyunk, hogy jobb terveink vannak, Uram. Nálad jobb terveink vannak. Engedd meg, hogy azt, és néha még az is előfordul, hogy megengedi, hogy ahogyan mi tervezünk, úgy valósuljon meg. És hány kárára, és a saját életünk kárára megnyert tapasztalat, negatív előjelő tapasztalat az, amit annyira ki akartunk csinálni. Van, amikor a kegyelem ezt nem hagyja. Nem tudod még, hogy miért nem engedem meg? Majd talán megtudod. Majd talán egyszer megérted. De én vagyok a te gondviselő Istened. Ez az egyik véglet, a másik véglet pedig abban születik sokszor sajnos, amivel Jézus folytatja Lukács evangéliuma szerint a beszélgetést a sokasággal. Nehéz események történtek akkor tájban. Az egyik ilyen Pilátus valami vérengzést vagy hazafiságot karddal megállított, és ömlött a hazafiak vére. És nem értik a Isten népe tagjai, hogy hát hogy lehet ez? Ő a hatalmas, az erős, miért nem véd meg bennünket? Miért? Ontódott ki azoknak vére. És a Siloám melletti torony, amely leomlott, ki tudja, földrengés volt-e, vagy valami egyéb esemény, és 18-an életüket vesztették. Miért? Ti azt kérdezitek, vagy azt mondjátok, folytatja tovább Jézus, hogy hát valószínűleg azért, mert ő náluk bűnösebbek. Érdemelték. Jézus nagyon határozottan kétszeresen is nemet mond. Nem. Állj meg ezzel a címkézéssel. Állj meg.
Gondolj jót a te testvéredről, embertársadról. Próbálj meg jót gondolni. Ne emeld magadat ő fölé, hogy te jobb vagy az Isten színe előtt. Nem fejti föl az Úr Jézus az Isten titkát, hogy miért így történt azok életében, akik áldozatul estek. De elmondja, hogy akik nem estek áldozatul, azok mit tegyenek. Akik nem, azok mit tegyenek. A többieket pedig, akinek életük nem folytatódhatott, merjük rábízni arra, aki úgy szerette világot, egyszülött fiát adta érte. Védjétek meg, mondja Jézus. Ez azért nektek, azért adatik, és ne tudakozódjatok olyan felől, ami talán túl bonyolult is az emberi értelemnek összefüggéseiben, nehezen követhető, feletté való titok, az Isten titka. Neki lehet feszülni, de pólulja ez az ember, aki minduntalan meg akarja érteni, hogy Isten mit, miért vitt végbe. Sok kemény falnak ütközik, eseményes falnak ütközik az értelme. Ahogyan Jézus folytatja, az élhető, az megélhető. Megrendítő események történtek, azt üzenik. Tédj meg! Genua, augusztus 14-e, 12 óra. Mentek át a viadukton, ami város fölött ívelt, tenger part felé vitte a utazókat. És azok, akik éppen akkor 10-15 másodpercnyi időmennyiség, vagy tört kicsi időben, annál a pillérnél tartottak, ahol összeolvott minden, ők a mélybe zuhantak, és 44-en életüket vesztették. Ezt ismerjük, ezt a hírt. Genua távol van tőlünk valóban. Azért én is néztem a interneten a különféle felvételeket, megdöbbentő kiáltásokat, ami utána maradt ott. Miért? Ők bűnösebbek voltak. Gyerekek is voltak köztük. Bűnösebbek voltak. Érezik, nem jó feladat ez. Nem jó feladat ez. Egyáltalán a válaszkeresésnek ez az iránya. Ez a differenciáltan gondolkodjuk magunkról, hogy én miért kerültem el, aki egy perc múlva mondjuk odaérkeztem volna. Vagy éppen egy perccel előtte haladtam át, ugyanazon a hídon. Hogy én vagyok a jó lélek, Isten még életben akart engem tartani. A másik még nem olyan jó lélek, ő már ne élje meg a mindennapjait, hát a botor válaszok. De köd, értelmi köd térbe érkezünk, azoknak Isten akaratában való titkát kutatnánk, hogy ők 44-en miért vesztek el. Nekem mit üzen? Addig, amíg élek, addig, amíg Isten holnapot ad, addig, amíg beülhetek valamilyen közlekedési eszközbe, megélhetem valamiképpen a következő 24 órát, mit üzen? Hogy felismertem már. Őt megváltott a legfőbb jót kereszten, és mentén hangoztattuk, hogy a gyermeket is megismertetni. Ismerje föl minél hamarabb, hogy bontakozik majd ki a Barnabásnak az értelme, és egyre több minden dologra fog majd reflektálni, amíg vele, óvodában, iskolában megérték, elesett, baleset, nem tudom mi minden történhet a kicsi növekvő élettel. Segítse a szülő, hogy van egy legfőbb jó, aki
Úgy vigyáz rád, ahogyan senki nem tud vigyázni, mert átemel az idei valóból, az örökké valóba. Ilyen utat készített, és bizonyosan úgy van, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra van. Az a legfőbb jó, a zsidókhoz írott levélben így fogalmazódik meg, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő nem változik. Hát, feküdj le vele, ébredj föl vele. Forgass meg a lelkedben az esti imádság során őt, aki e világ megváltója. És amikor első mozdulataid vannak az ébredés követően, és már jönnek a gondolatok a tennivalóidról, ő a változatlan, az örökké való, a legfőbb jó. Kerüljön oda a te lelked közepébe, és adjon neked már így önmagába békességet. Uram, ha csak ennyi áldás ért engem, hogy veled indulok, veled zártam, s veled indulok, majd hogy nem, ha ez igaz, és ez a hit erős, és ez a bizalom erős, majd hogy nem, mindegy, hogy mi fog történni velem, akár a nehezen hordozható megértő kihívások mentén is. Felismertek. Oda fordultok a megtérés, most ha fogalmazom így, hogy oda fordultok az ő arca felé. És akkor nem lesz annyira borzasztóan kényes kérdés, hogy a terveid, az álmaid megvalósulnak-e. Mini mértékben a holnap és egészében életprogram szempontjából. Az elhangzottakra
én 269. énekünk harmadik versét énekeljük. 269. dicséret harmadik verset így kezdődik. Tudja Isten kívánságot, áld is, mert csak ő adhat. De bölcs, Uram, a te jóságod, tudod, sok elmaradt.
jaj, eseményre ébredőt. Találjon meg a te kegyelmed, mert valami úgy ítli fel a fejét, amire nem számít az ember, és nagy félelmek és nagy nyugtalanságok támadnak belőle. Segíts mindannyiunknak minden körülmény közepette, úgyhogy beléd gyökerező legyen még inkább, benned elrejtett legyen még inkább mi életünk. Köszönjük, hogy szárnyéddal a tóltalomban. Áldott légy érte. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat is. Megköszönjük Jóságot, hogy nyitott a te füled minden könyörgés, ami szívből jön. Hallgass meg, mindezeket kérünk Jézusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nékünk. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves missziói gondolom, fogja felolvasni a különféle híreinket, amelyeket jól tudnak a testvérek, és ezt a lehetőséget használom ki arra, hogy szeretettel köszöntsem azokat a kedves kispestieket, akik a kispesti tévén keresztül majd a következő vasárnapon ennek az Isten tiszteletnek a részeseivé lesznek. Isten áldja az ő életüket is. Gazdagon. Kedves gyülekezet! Kedves testvére, rövidesen lezárul a nyár, és kicsit igazodik is az első mondat itt a hirdetésekben, az elhozott igehirdetéshez, hogy jó lenne, hogyha úgy tudnánk visszagondolni az elmúlt hetekre, hónapokra, hogy mindazok az örömök, nehezek, kihívások, amelyek bennünket értek, azokban mi meglátnánk Isten szeretetét és jelenlétét az életünkben. Nekem is személyesen megérintett, és ezzel is hadd biztassalak benneteket arra, hogy hasonlóképpen cselekedjetek. Szeretettel hirdetjük, hogy felvidéki négynapos utunk hétfőn lezáródott. 45 részvevőből a nyugati területeket jártunk be. A vállátogatásokkal, pozsonyi látnivalókkal, a Dunaszerdahelyi gyülekezet istentiszteletén, és egy közös építő beszélgetésen is részt vehettünk. Olyan különlegességekkel is részünk lehetett, mint a gyönyörű grígyi cseppkőpadlan megtekintése, stutajozás az Árva folyón. Köszönjük dr. Egerházi Gizella testvérünk idegenvezetését, az út megszervezését, sokak utazás közbeni segítségnyújtását. Néhány hét múlva tervezzük a visszatekintő, vetített képes beszámolót egy vasárnap délutáni időpontban. Említjük, hogy a nyári időszak lezáródott, kialakított rendünk szerint szeptembertől kezdődően, tehát már a következő vasártól ismét 7 órakor tartjuk meg a reggeli istentiszteleteinket. Oktatási nevelési intézményünk életre újraindul. A következő vasárnap szeptember 2-án a délelőtt 10 órás istentiszteletünk egyben évnyitó istentisztelet is lesz. Ide tartozó kérdés is, hogy e héten csütörtökön este 6 órától az érkezdéshez igazítottan tartjuk igazgató tanácsi ülésünket. Tagjait ezúttal is szeretettel hívjuk és várjuk. Két év múlva szeptember 9-én nyári gyülekezeti eseményekre visszatekintő vetítéssel egybekötött családi istentiszteletünk lesz, majd 3 hét múlva szeptember 16-ától kezdődnek a rendszeres gyermekalkalmak, óvodásoknak és iskolásoknak.
Készülünk az év elején szokásos szolgálati körök találkozóira is. Gyermek alkalmak, ifjúsági élet, házaskodók felelősségével találkozunk, és tervezzük a szeptember 10-i presbiteri gyűlésünket is. Tegnap ünnep volt a gyülekezetünkben Rácz Kábor és Siszka Borvála házasság kötésének megáldására került sor az egészen megtelt templomunkban. Isten értesse az ifjúkat, és áldja meg őket gazdagon. Szomorú Géliskát emlegetünk. Életének 86. évében rövid, súlyos betegség után július 29-én elhunyt Miklósi Ervin testvérünk. Korábbi években a Bozsatéri Gyülekezet presbitériumának és énekvadi közösségének hűséges tagja volt, hitet élő testvér, aki személyesen is sokszor megvallotta, amit a jász jelentésen olvashatunk, és ami a család vigasztalódásának is alapja. Nékem az élet Krisztus és a meghalás élesség. Temetésére szeptember 6-án délelőtt 10:30 az új köszönetőben kerül sor. Isten áldja a megszomorodott család minden egyes tagját. Áldott hetet kívánok! Köszönjük szépen! Itt kérjük elnézést a családért, hogy nagyon kértem néhány képet, felvételt a gyermekről, illetve esküvőről, ami meg is érkezett, megküldték. Kedves édesanyja, édesapa, de aztán nincs most itt olyan technikai fővezérünk, aki ezt bonyolította volna. És kérünk, de majd más módon ezt a gyülekezet számára biztosítani tudjuk. Isten áldja a keresztelést érő családot is, mindennyiunkat. Befejező éneket énekeljük, a 236. dicséretünk első 5 versét, 236. éneket keresünk meg, első 5 versével énekeljük. Mindenek meghallják, s jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és illesség.
Nagy könnyen az Isten mindent áld azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagság szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.